Péntek délután mutatták be Magyar Kanizsán a Dobó-Tihamér képtárban Szécsi Zsolt Én mög vagyok a betyárok királya Rózsa Sándor Vajdaságban című könyvét. A mondagyűjtemény 40 történetet dolgoz fel Rózsa Sándorról. A gyűjteményben vajdasági adatgyűjtők, tanárok és nem utolsó sorban az idősebb generáció által elmesélt mondák kaptak helyet. A kiadvány megjelenését Magyar Kanizsa község önkormányzata támogatta. A mondatgyűjtemény bárki számára elérhető és ingyenesen letölthető a vajdasági digitális adattár adatbázisából. Rengeteg diákunk, illetve szűkebb és tágabb környezetemben is pedagógusok készítették fel a gyerekeket különféle helytörténeti vetélkedőkre, versenyekre, pályázatokra, ahol megkerestek, és helyi, illetve lokális néprajzi adatokat kértek, és többen kerestek meg azzal, hogy esetleg Rózsa Sándorról van-e valamilyen kis mondám vagy történetem. És igen, volt, és akkor fogalmazódott bennem, úgy látszik, ennek szükség van, és hát megindultam a környező településeken, keresve ilyen idősebb embereket, akiknek az emlékeiben még él, illetve hagyományozott tovább a történet. Főleg a mondák voltak, amikre kíváncsi voltam. Ugye a mondákat ezt a paraszti romantika nagyon szépen kiszínezte, és ettől váltak ilyen szépé. És ugye az elmúlt időszakban minden 80 mondát sikerült összegyűjtenem. Na most itt ezért szelektálni kellett, mert voltak nagyon azonosak a TV-film sorozattal is, voltak hasonlóak, tehát ugyanazok a mondák, csak más szereplőkkel, vagy csak a helység nevek cserélődtek. Így a kötetben a körülbelül a fele jelent meg. És azt hiszem, hogy ez nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy erről az emberről, illetve a betyáról kialakult kép vagy megváltozik az olvasóban, vagy nem, mert nem volt szándékomban oknyomozói riporter lenni, hogy most megcáfoljam, illetve alátámasztam egyes állításokat, illetve történeteket, azt majd a kedves olvasó eldönti. Lassan már 16-7 éve foglalkozom kutatással, és egyre nehezebb. Azért, mert akiktől lehet gyűjteni, akik még emlékeznek, azok idős emberek. Na most egyre kevesebb az a fajta generáció, illetve az a generáció, akit meg lehet érinteni, meg lehet kérdezni, akik még kapcsolatban álltak szorosabban, úgy most Rózsa Sándor történeteivel kapcsolatban, akár a néphagyományainkkal kapcsolatban. Nagy segítségemre volt a munkában Pósa Mária Oromi helytörténész, hogy akinek már voltak gyűjtései, Kovács tanárnő, nyugalmazott tanárnő Kispiacon, akinek szintén van a Bácsországban kispiaci gyűjtése jelent meg, és természetesen meg kell még említsem Pés Blanka királyhalmi magyar tanárnőnek a nevét, aki kérésemre megmozdította a felsős tagozatot, és házi feladatba kiadta, hogy az idősektől gyűjtsenek Rózsa Sándorról. Tehát így módon megkönnyítette a munkát, de azért nagyon élményteli volt. Tehát sorolhatnám azokat az élményeket az idős emberekkel, juhászokkal, Sanyai Feri bácsóval, aki 85 éves kanizsai juhász, és még elméjében élt, amit 12-3 évesen juhászbortáként az idősek juhászok elmeséltek nekik Rózsa Sándor történetéről, hogy Rózsa Sándor Magyar Kanizsán hogy szedte be a 10 órási misén a persejpészt, ugye nem ment be a templomba, hanem csak megállt a templomnak az udvarán, és mikor jöttek ki a polgárok, kalapját nyújtotta, egyik másik kezében természetesen karikásos tor volt, hogy nem volt más választás, mindenki fizetett. Én nekem volt egy gyűjteményem, unoka nagybátyám gyűjtött Rózsa Sándor történeteket, hát 1984-ben halt még, 1907-ben született, hát hogy mikor kezdte gyűjteni, nem tudom, de hogy a 20. század első felébe az biztos, mert a gyermekkori élményeit is beletette. Ő ezt a gyűjteményt szerette volna kiadni, de nem találták kiadót, még én megítélésem szerint sokat kellett volna rajta dolgozni, ő üstorkai születésű volt, tanyán élt, parasztember volt. Hát ő gyűjtötte, ahogy ő tudta, ahhoz képest nagyon sok mindent, és én tudtam erről a gyűjteményről, de ő meghalt, és akkor ez úgy feledésbe merült, és 2012-3 után kezdtem keresni az unokáinál, mert azok élnek már csak, és ha mondták, hogy nincs, meg nem tudják, hogy hova lett, úgy tudják, hogy odaadta valaki újságírónak, és az ott elkallódott. Hát lásd csodát,
2016-ban jönnek a lányok idézőjelben, 60 körüliek hozzák a kéziratot. És akkor én azt átmásoltam, mert sűrűre volt írva, ahol az egyik történet a sor közepén befejeződött, ott kezdődött a másik. Tehát át kellett tekinteni, mert el lehetett olvasni, de nem tudtam még jegyezni se. Átírtam, aztán egy kicsit rendszereztem, de meghagytam mindent, ami az ő szójárása, kifejezése, például ellipszilont nagyon sok helyen nem használt, az egy elbetű, de azt mind ott hagytam azért, hogy... És meg rendszereztem más szemszögből, írtam hozzá előszót, meg írtam hozzá utószót, és akkor aztán ezt lesokszorosítottam és szétterítettem a családba, mert nagyon rokon szerető ember volt, úgy hívták, hogy Vitéz Nándor, és ő meglátogatta biciklivel a rokonokat rendszeresen, ezért is tudott gyűjteni, mert kommunikatív volt, és akkor... Ugye hát elég nagy a rokonság, szétterítettem, és ebből adtam egy példányt a Zsoltinak, amiből a Zsolti beemelt történeteket a könyvébe. Na, néhány történetet én is tettem bele az én gyűjtésemből, de ez úgy gondoltam, hogy mindegy, hogy hogy kerül kiadásra, de ha már annyit dolgozott, meg olyan élvezettel csinálta, akkor legyen értelme. Rózsa Sándor.